Sziasztok, kedveskeim! Nagyon régóta ígérek nektek bizonyos dolgokat, és most egy picit csendesebb az asztrológiai széljárás. 30-án lesz egy érdekes konfiguráció, azt majd meg itt szakmaiban elemezzük, akkor meg fogom nektek mutatni, hogy hogy néz ki. Amúgy elnézést kérek ismételten, hogy összekavartam itt a szülőgyerek videókat, de teljesen mint egy hányadék, mert aztán mást mondtam, meg mást raktam oda bele. Nem vagyok jó az ilyen sorozatokban, abban a szempontból, mert elfelejtem, hogy mit posztoltam ki, ezt is táblázatba kéne foglalni, oda kéne rá figyelni, kéne egy jó titkárnő, ugye jó asszisztens, ez nincs. Úgyhogy én magam próbálom legyártani is őket, meg aztán kirakni, meg emlékezni, mit raktam ki, de most ez angolul és magyarul, természetesen két nyelven. Hát ez néha összetorlódik, tök mindegy, mindegy, hogy milyen sorrendben nézitek meg. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy tudtam segíteni. Lenne még mondani valóm ezzel kapcsolatban, egy picit túlságosan is szenzitív. Én azt gondolom, a gondolatébresztőnek elegendő volt ennyi, és lehet, hogy majd folytatom. Az is lehet, hogy majd a csoportomban a kérdések azok majd még, hogy mondjam, arra készítettnek, hogy beszéljek bizonyos vetületekről. Ez most szerintem elegendő. Ha az itt felsorol dolgokat, figyelembe veszed, ha odafigyelsz a gyerekedre olyan mértékben, ahogy képes vagy, ha be tudod építeni az életedbe azokat a gyakorlatokat, amiket én megmutattam, és ha asztrológus vagy, és csak ennyit teszel, hogy ugye az egyelőre utolsó videóban bemutattam ezeket a fényszög lehetőségeket, hogy azt elemzett, tényleg megnézett, hogy mi a domináns fényszög, és az vajon mennyiben jellemző a képletre. Lehet, hogy majd egy ilyen nehezebb állást végig is elemzünk, nem tudom, még ezen gondolkodnom kell, mondom, még nem igazán zártam le ezt a témát, de egyelőre lezártam. És akkor, hát vegyünk egy mély levegőt, és nézzük meg a következő cuccunkat, az igazság és a valóság témakörét. Megpróbálom egy szúszra elmondani. Remélem, hogy sikerül. Na most, ugye mi a valóság? Tehát először is azt kellene körüljárnunk, hogy mi a valóság. Az igazság, hát az egy, az már az ebből eredeztethető, hogy mondjam, dolog. Az igazság az mindig valakinek az igazsága, és azt gondoljuk, tehát én mindig nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a valóság az egy objektív dolog, az igazság az viszont egy szubjektív minőség, hiszen az az én szűrőmön, az én gondolataimon keresztül megnyilvánuló ítélet, ez az én igazságom, és hogyha a te igazságod meg az én igazságom nem egyezik, hát akkor szoktunk veszekedni, ugye? Párkapcsolat, gyerek, szülő kapcsolat, bármikor, politikai nézetek, hát most abszolút izzik a levegő ugye ezekben a témákban, és éppen ezért fontos körbejárnunk. A következő 6 hónap nagyon tüzes, nagyon, nagyon militáns, nagyon nehéz lesz mind a két oldalnak, miközben nem nincsenek itt oldalak, már régen nem jobb meg bal oldalban, már régen nem, hogy mondjam, már nem arról szól a dolog, hogy igen, a munkás emberek mellett ki kell állni, és mit tudom én, és a rohadt gaz, burzsóák, meg stb., már nem ez a, már régessége nem ez, csak ez a látványtechnikai kirakat, ez még mindig megmozgat embereket, tehát nagyon látom azt, hogy akik tényleg azt gondolják, hogy ők az elesetek mellett állnak, azok baloldalinak vallják magukat, miközben a mostani baloldal sehol a világon nem áll pont az elesetek mellett, odaadnak nekik egy kis alamizsnát, hát igen, ez is a valóság és igazság témakörébe tartozik. És majd ezt is egyszer körbejárjuk, a társadalmi vetületét a valóságnak és az igazságnak. Én most egyelőre azt szeretném nektek megmutatni, hogy ez hogyan is működik. Kezdjük azzal, hogy az emberi elme, ez egy nagyon érdekes szerkezet. Ugye lehet vitatkozni, hogy ott van, vagy nincs ott. Van, aki azt mondja, hogy ez csak egy ilyen bigyó, ez egy szürke agysejt állomány, és akkor nem is oda mennek a gondolatok, nem is ott gondolkodunk, stb. De azért az, aki töprengeni szokott, az valahogy tudja, tehát akinek tényleg van valami a fejében, azt talán visszatudja igazán, hogy igazából, hát itt gondolkodunk, tehát valahogy a szemfül, ugye nem véletlenül, hogy a száj, a szem, a fül, az mind a fejen csoportosul, tehát a fejhez kötődnek azok az érzékszerveink, ugye a szaglás, a tapintás kivéve, tehát a látás, szaglás, ízlelés, hallás, 4 érzékszervünk kötődik a fejünkhöz, a fejünkön találhatók ezek a szervek. A tapintás az nem, tehát kétségtelen az 5. szervünk, az már nyúlványunk,
de tulajdonképpen ahogy a valóságot érzékeljük, az általában az öt érzékszervünkön keresztül történik meg, oda beáramlik, és akkor különböző módokon elemezzük. De azt kell tudnatok, hogy a Vela kataklizma után, tehát az atlantiszi nagy-nagy pusztulás, a földtengelyének a elfedülése után egy teljesen más valósággal kellett szembesülnünk, egy teljesen más volt a külső valóság, és gyakorlatilag meg kellett tanulnunk odafigyelni mindenre, rendkívül veszélyessé vált a világ. Nagyon érdekes dolog, hogy az emberi szem a legélesebben lát 2 méteres körzetben, egész egyszerűen azért, mert szükségünk volt látni azt, hogy nincs-e ott valamilyen bogár, vagy rovar, vagy hígyó, vagy valamilyen állat. Tehát nagyon-nagyon éles a szemünk, sokkal élesebb, mint a többi állatnak. A sasnak a magasságokból van éles szeme, ugye, ami nekünk nincs. Én most a semmilyen tartományban nem látok, tehát állandóan itt van a szemüvegem a közelembe, és különböző stratégiai pontokra helyezve, mert gyakorlatilag semmilyen távolságra, se közel, se távol nem látok élesen, tehát ennyi. Gyerekek, ne öregedjetek meg. Na jó, szóval visszatérve a valóságra, meg egyáltalán az érzékelésre. A maga az agy, az emberi agy a következőképpen működik. Minden beérkezik. Tehát ugye ide a fejünkbe beérkezik, általában a szemünkön, fülünkön keresztül, tehát a látás, hallás a két fő érzékelő szervünk, ugye az ízleléshez, szagláshoz már más kell, a tapintáshoz meg ugye nekünk kell megmozdulni, de a látás, hallás az magától megy, látás, hallás által beérkezik az agyunkba valamilyen információ, amit az agy azonnal két felé mond. Fontos, vagy nem fontos? Hangsúlyozom, mindent észlelünk, tehát ez elképesztő egyébként, nagyon sokszor hipnózisban lehet kivarázsolni dolgokat, észleléseket a fejből, az emlékezetből, és minden ott van, de az ég a világon minden. Viszont amire az agy úgy gondolja, hogy nem lényeges, az azonnal kidobja, nem foglalkozik vele. 95%-át az impulzusoknak kidobjuk automatikusan, mert nem tartjuk őket lényegeseknek. Maradék 5%-ot pedig kétféleképpen osztályozza szintén az agy. Ez a dolog, ami végül is lényegesnek tartok, ez vajon segít engem? Tehát egy eszköz a túlélésemhez, a boldogulásomhoz, a fejlődésemhez, vagy pedig akadályozza mindezt. Tehát eszköz vagy akadály. És még ebből a szempontból is izgalmasan változni tud a világ, mert ugye, hogyha én ülök egy, mit tudom én, mondjuk meghívnak ebédre egy nagyon szép elegáns vendéglőbe, akkor az meghívom az eszközt, hogy megegyem azt a finom ebédet vagy vacsorát, de ha tűz üt ki, és ő éppen elállja, tehát úgy ül, hogy éppen a menekülési útvonalmat állja el, hát akkor azon akadályá változik. Tehát ezen érdemes majd elgondolkodnotok, hogy az életünkben bizonyos emberek, bizonyos élethelyzetek, amik segítségünkre voltak egy bizonyos pontig, azok hogyan akadályozzák aztán a későbbieket, a későbbi fejlődésünket, a későbbi dolgainkat, mert az agy egyszer csak megállapítja jól, hogy már nem eszközök, hanem sokkal inkább akadályok. Tehát van ez az igazság-valóság érzékelés. Itt még csak a valóságot érzékeltük, és az igazság, akkor lesz belőle igazság, ha megforgatjuk és értelmezzük tudatosan is azt, amit az agyunk egyébként teljesen ösztönösen magától végez el, ezt a munkát magától végzi el. Még arról is érdemes lenne persze vitatkozni, hogy tulajdonképpen amikor mi valóságot észlelünk, az nagyjából általában valamilyen fizikai valóság, tereptárgy, vagy valamilyen elhangzott gondolat, és ezt vizsgálja meg az agyunk, hogy hát ez baromság, kidobjuk, vagy pedig, ez nagyon fontos, jegyezzük csak meg. De Isten igazából, hogyha a kvantummechanika oldaláról közelítjük meg a dolgokat, akkor ki fog derülni, hogy az, amit mi anyagnak látunk, tehát az anyagi világ, az tulajdonképpen egy teljes illúzió, tehát nincs is igazából anyag, hanem mindenféle egyéb van. Ebben most azért nem megyek bele, mert ez túl technikai lenne, de izgalmas, tehát hogyha ez a dolog érdekel benneteket, akkor a kvantummechanika legújabb találmányait, a legújabb sejtéseit megtaláljátok szerintem a neten egy csomó helyen, ez engem mindig is érdekelt. Úgyhogy én ezeket szoktam, ezeket a legújabb dolgokat követni, és hát
milyen érdekes, ugyanazt mondják a mai kvantumfizika művelői, amit az ezoterikusok sok ezer évvel ezelőtt már megállapítottak a világ működéséről, tehát az anyag az csak illúzió, és odafönt minden egy, minden egyszerre történik és létezik. Ezt gyakorlatilag, ha nem is ezekkel a szavakkal, de ugyanígy kimondják. És akkor nézzük meg a mi valóságérzékelésünket, és nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen hogyan is működik ez az egész. Készítettem nektek egy ábrát, ez a mandala. A mandala ábrámat fogom nektek először megmutatni, hogy hogyan is működünk. Ugye az ént egy ötágú, vagy hát egy ilyen, nem ötágú csillag, ez egy ötszögbe raktam be. Ez a négy őselem, az ötödik kell a szerelemmel, ami aztán az egészet működteti, ez maga az ember. Tehát maga az ember ebből az öt dologból áll össze. Ez az én szűrőm, mutatja itt a kép, és tulajdonképpen a következő történik. Amit most elmondok, azt egyébként nagyon-nagyon jól tudják a bűnügykutató rendőrök, amik a nyomozók, amikor is ugye a szemünk látára történik egy bűntény, valakit leütnek, vagy megvernek, valamit ellopnak, és akkor 50-60 embert, aki ott a járókelők, akik ezt látták, azokat mind egyenként kikérdezik, és mindig más látott. Tehát nagyon érdekes, ugyanis azáltal, hogy én kifejlesztettem magamban azt a képességet, hogy meg tudjam mondani egy dologról, ami beérkezik az agyamba, hogy ez nekem egyáltalán fontos-e vagy sem, és azon belül akadály vagy eszköz a túlélésemhez, ez mindenkinek az egyéni saját szűrőjén keresztül érkezik be. Elképesztően érdekes volt most látni, én ugye nagyon sokat nézegetek, amikor főzök, vagy amikor valamilyen mechanikus munkát végzek, akkor általában a YouTube szól, és valaki felhívta a figyelmet, hogy nézzem meg a Gulyás Marcinak az egyik legújabb videóját, ugye a Vahorn András Gulyás Marci párbeszédét, és azért volt döbbenetes látnunk, mert ugye a szemünk előtt omlott össze egy felépített valóság, ajánlom nektek, hogy nézzétek meg, Vahorn András nagyon sok érdekességet mond el a saját tapasztalatairól, és hogyha ugye az a címe a videónak, hogy ha ez rasszizmus, akkor én rasszista vagyok, mondja a liberális felkent, megmondó ember, ugye a főpap, aki eddig az egyenlőséget, meg a teljes befogadást és egyebeket szorgalmazza, ugyanis mit is jelent az, hogy előítélet? Azt jelenti, hogy előre megítélek egy élethelyzetet, és az életmentő lehet. Tehát ne nézzétek le az előítéletet, mert az előítéletek a saját tapasztalatainkon, meg a szeretteink tapasztalatain, meg azon a bizonyos nagyon sok inkarnáción keresztül belénk ivódott tapasztalatokon születik meg, az előítélet az gyakorlatilag életmentő. Oké? De azért szabad belőle kilépni. De nézzük meg, hogy hogyan is megy ez a mechanizmus. Ugye azt látjátok, hogy van egy saját szűrőnk, a saját szűrőnk, a saját cégünk, a saját magunk, ugye a saját eddigi tapasztalataink, és ezen a szűrőn keresztül érkeznek be az ingerek, és aztán ezek tudnak leülepedni saját tudásra, és ezek a saját tudások, tudásanyagok válnak végül saját meggyőződésé. Tehát ez egy több lépcsős folyamat. Van egy alaptudásom, az kialakít bennem egy szűrőt. Ez a szűrő beenged bizonyos információkat, bizonyosokat meg nem. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát minél zártabb embertípus vagy, és a konzervatívok valóban zártabbak, mint a liberális. Ugye a liberális az a nyitottság, a megfogadó, minden érdekel, minden virágozik, minden virág, aztán utána elvágják a torkodat, míg a konzervatív azt mondja, hogy frászkalik, hát bezárom három kulcsra az ajtót, aztán ha akarsz, majd megmondom, hogy beenged le vagy sem. De az is tény, hogy egy konzervatívabb ember sokkal zártabb, és ezért kevesebb esélye van arra, hogy új információkat engedjen be a közegébe, a saját közegébe. Tehát a folyamat a következő, beengedek valamit, átengedem a saját szívőmön, ebből lesz egyfajta tudás, tapasztalat, és végül meggyőződés. Tehát ezek a lépcsőfokok, és hogyha csak ezt csinálom, akkor bizony a saját tudásom egy idő után megmerevedik, tehát ez nagyon klassz dolog, és valóban én alapvetően így építettem föl a saját tudásomat, hogy tanultam valamit, azt esetleg megkérdőjeleztem, ha megkérdőjeleztem, akkor megvizsgáltam, és a saját tapasztalataim alapján eljutottam egy új végkövetkeztetéshez, egy új meggyőződéshez, fogalmazunk így, ebből élek gyakorlatilag, tehát ezt lököm itt nektek is, ugye,
és nagyon sok mindenről meg vagyok győződve, hogy az tutira úgy van, akármit ugat nekem bárki más, az tutira úgy van. Az az érdekes, hogy én alapvetően konzervatív vagyok, viszont soha nem vesztettem el az érdeklődésemet mások iránt, más dolgok iránt, és nagyon szeretek új dolgokat megtanulni. Ezek főleg mechanikus dolgok, tehát megtanulni egy új szerszámmal bánni, vagy valamilyen új fizikai munkának a mozdanatait, miért úgy van. Nyáron nagyon sokat dolgoztam, felújítottam egy csomó mindent a környezetemben, lefestettem dolgokat, bepáccoltam dolgokat, volt egy picike kis, gyönyörű kis ilyen konzolasztalom, ami teljesen elrozsásodott, eredetileg fehér és aranyszínű volt ilyen cirádákkal. Fogtam magam, lerozsátlanítottam és újra festettem, és elképesztően szép lett, tehát nagyon büszke vagyok magamra, de csupa ilyesmivel boldogan működöm. Ahhoz öreg vagyok már, hogy teljesen új ideológiákat elsajátítsak, tehát az egy merevebb dolog, a pszichémben, de meghallgatok bárkit, tehát abszolút el tudom fogadni, hogy az ő világán keresztül az a dolog, azt ő igazságnak gondolja, csak tudomásul veszem, hogy az én világomon, az én szülőmön keresztül az az igazság, az nem igazság. Na és akkor elérkeztünk, ugye, tehát azért gondolom, még egy mondat, ugye ez egy mandala volt, és ha belegondoltok abba, a mandala, ez egy nagyon pozitív kifejezés, ugye a mandala az odahozza azt az életérzést, hogy ez valami fajta tökéletesség, ugye maga a kör, a teljességnek, a tökéletességnek a szimbóluma, egyébként az asztrológiai jelképek közül a kör az mindig a szellem minőségét szimbolizálja, tehát mindenfajta kör alak, az valami fajta tökéletességet sugal, nem véletlen, hogy gyógyító mandalákat is lehet festeni, és akkor az ember nézeget, és akkor meggyógyul. De egyáltalán a mandalának a pozitív tulajdonságait senki nem vonja kétségbe, kivéve engem. És most bemutatnék nektek egy mandorlát. Mi is a mandorla? A mandorla, elkövettem azt a hibát, hogy nem másoltam le ezt a két kört külön is, mert meg kellett volna mutatnom, de teljesen mindegy, érteni fogjátok. Itt van egy kör, és egy másik kör, és ez a két kör összecsúsztatódik, és akkor valami nagyon-nagyon izgalmas dolog történik, egymásra hat a két kör. Azok, akik nálam tanulnak, azok tudják, hogy ugye a suliban, ahogy belépsz a téli kertben, rögtön a padlón ott van kirakva egy mandorla, és te ezen a mandorlán mész keresztül amúgy, és ahogy keresztül mész, más udat állapotba kerülsz, ez a vezércsel, hogy befogadóbb legyél. Nézzük meg, hogy mi történik a mandorlában. Vagyok egyszer én, ugye a saját szűrőm, a saját tapasztalataim, és vannak ők, vagy te, tehát mások, ugye, ami a mások tapasztalatai alapján betüremkedik az én közegembe. És mi lesz belőle? Közös tudás és közös tapasztalatok. Tehát a mandorla belseje, ami két körből áll egyébként, két összecsúszott körből, az azt teszi lehetővé, hogy én a saját tapasztalataimon, saját szűrőmön keresztül beengedett másfajta tapasztalatok, máshonnan jövő élményeket, tudást közös tapasztalatokká alakítsam. Nem olyan egyszerű ez ám, mert kell hozzá valami rettenetesen fontos dolog. A szeretet. Magának a párkapcsolatoknak is ez a lényege. Ugye valamelyik párkapcsolati videóban mutattam nektek a könyvet, ugye, hogy mi ez egy könyv, stb. Most éppen itt van egy ilyen kisebb dolog, ugye emlékeztek rá, csak azért mutatom meg, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy ha ezt a betületét látod valaminek, akkor azt látod, hogy mennyire vastag, ha meg ezt, akkor meg, hogy miről szól, ez éppen a tavalyi napot, tehát mindegy, de rá is lehetne írva, hogy valami frikflakos cím, és akkor már tudnád, hogy miről szól, de akkor nem tudnád, hogy milyen vastag. Na most ez pont a párkapcsolati, hát hogy mondjam, ütközéseknek a lényege, ugye amikor kvadrátjaink vannak, mert én a saját szűrőmön keresztül engedek be mindent, és egész egyszerűen képtelen vagyok azt a vetületet meglátni, kvadrát, ugye, merőleges, amit te képviselsz, mert az nem fér bele az én szűrőmbe, nem fér bele az én tapasztalataimba. Hogyan tudok mégis működni, ha szeretlek, és akkor a szeretet által képes vagyok elhagyni a saját komfortzónámat, és belelépni a te cipődbe, vagy a te gondolataid közé, hogy megnézzem, hogy az, amit te tudsz, vagy csinálsz, vagy amit képviselsz, az vajon micsoda, vajon elfogadható és szerethető-e, és tudok-e vele valamit kezdeni, vagy sem. És ez kizárólag a szeretet és vagy a tisztelet által működik.
Ez nagyon fontos. Tehát maga a mandorla látásmód az akkor keletkezik, akkor jön létre, hogyha én szeretek valakit, valakit, aki teljesen máshonnan jön, más dolgot képvisel, és a szeretet által tudom megtenni azt, hogy az ő látásmódjába is bepillantást nyerek, nem szükségszerűen fogom elfogadni. Ez is nagyon lényeges. Itt jön be a tisztelet egyébként, hogy tisztelek téged, tehát meghallgatlak, és eldöntöm, hogy össze tudom-e csúsztatni az én gondolataimat a tiéddel, az én tapasztalataimat a tiéddel, létrejön-e az a közös mandorla, az a közös ugye mandula alakú tér, amiben az enyém és a tiéd egyé tud válni, össze tud keveredni, és mivel az egész mindig több, mint a részek, mi ezáltal többek leszünk. Tehát a mandorla látásmód tudja a legnagyobb fejlődést biztosítani a számunkra, és akkor az igazságból így lesz közös valóság. Remélem, hogy érthető volt. Gondolkozzatok el rajta, kíváncsian várom a véleményeiteket, és tovább fogjuk gondolni ezt az egész igazság-valóság kérdéskört. Most nem fogom beszámozni a videóimat, sajnálom, egész egyszerűen eltéveztem a számozást, meg rögtök rajta, úgyhogy nem lesz így, hanem egész egyszerűen csak majd más címet kapok, vagy kapnak. Ez van. Jó? Sziasztok! Köszönöm szépen a figyelmet!